A magyar gazdaság jó helyzetben van, ezt mutatja, hogy az egyes iparágak önmagukban is növekedni tudtak. Az egyik legfontosabb eredmény ezen a téren a beruházások növekedése, aminek mértéke mintegy 20%-kal nőtt. Erről beszélt a VOSZ elnöke Tolnai Tibor az idén 20. alkalommal megrendezett vállalkozók napján Budapesten. A 30 éves fennállását ünneplő vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége a versenyképesség javítását tekinti a gazdaság előtt álló legfontosabb feladatnak. Elsősorban a KKV-szektor, akinek a rendkívül nagy száma, a foglalkoztatottak száma, nagyon fontos a kormányzat számára, számunkra is, mint munkavállalók számára, munkadók számára, hogy velük mi lesz. Őket helyzetbe kell hozni, őket képezni kell, őket hozzá kell segíteni ahhoz, hogy ne csak belterjesen dolgozzanak magyar piacra, hanem legyenek képesek arra, hogy adott esetben exportáljanak. A vállalkozók napján Varga Mihály pénzügyminiszter azt emelte ki, hogy a magyar gazdaság megítélése jó, a külföldi vállalkozások és a hitelminősítők szerint is. Mint fogalmazott, mindez megadja a reményt arra, hogy felzárkózik a nyugati gazdaságokhoz. A pénzügyminiszter kiemelte, hogy a kormány célja a vállalkozások versenyképességének további javítása. Szeretnénk tehát egy technológiai váltást elősegíteni, és hát készülünk arra is, hogy a közterhelyes keresztül azért támogassunk olyan hazai kis- és középvállalkozásokat, amelyek a versenyben talán kicsit nehezebben állják meg a helyüket, több segítségre szorulnak. A VOSZ Tolna megyei elnöke szerint az érdekvédelmi szervezet az elmúlt 3 évtizedben a nemzet és a regionális gazdaság megkerülhetetlen tényezőjévé vált. Tolna megyében 3 héttel ezelőtt volt az évvállalkozói díjátadó, és mondhatom, hogy a vállalkozók színeljava ott volt, a politikai életszereplőitől kezdve tényleg a fontos emberek, mindenki kíváncsi volt arra, hogy kik az évvállalkozói, és mindenki nagy örömmel vette át a díjat nálunk is. A VOSZ megyei tagszervezetei, illetve további érdekvédelmi szervezetek előterjesztései alapján idén 64-en vehettek át évvállalkozója díjat.